A nemzeti társfinanszírozással és a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt 1300 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a következő időszakban Magyarország számára. A vidékfejlesztési program legfontosabb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A program középpontjában éppen ezért a jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező mikro, kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok fejlesztése áll, mégpedig a munkaigényes ágazatok, különösen képpen az állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszerfeldolgozás kiemelt támogatásával. Az első pályázati felhívások szeptemberben fognak megjelenni. Az első ilyen nagyobb adag talán a keretösszeget tekintés a legnagyobb, hiszen az agrárkörnyezetgazdálkodási program és az ökológiai gazdálkodóknak a támogatása, ez egy 240 milliárdos csomag. Ezt fogjuk szeptemberben már a pályázati felhívást megjelentetni, és folyamatosan fogjuk a többi pályázatot is az év utolsó felében meghirdetni, legyen az beruházás, legyen az más jellegű pályázat. A kistermelők szerint fontos, hogy minél több forrást tudjanak gazdaságuk fejlesztésére fordítani, mert csak így tudnak versenyképesek maradni és munkahelyeket teremteni. Végre szerintem a jogalkotók is meggyőződtek arról, hogy ha kis és középvállalkozásokat nem támogatják, akkor nagyon sok munkaerő ellehetetlenül önmagát, sőt plusz munkaerőt sem tud foglalkoztatni. Tehát a nagy termelők bizonyos, tehát a munkaerő felhasználásuk korlátozott. Ennél több munkaerő csak kis és középvállalkozók tudnak alkalmazni. Az agrárkörnyezetgazdálkodási program kapcsán sikerült a magyar álláspontot elfogadtatni az Európai Bizottsággal, így annak szántóföldi gazdálkodást támogató részében a földbirtok maximumhoz is igazodó sávos támogatás korlátozás is lesz majd. 200 hektár alatt minden igénylő a teljes támogatási összegre számíthat. 200 és 300 hektár között az előbbi összeg 85%-át, még 1200 hektár felett a felét kapják majd a gazdák. A legfontosabb egyik része a programnak, hogy mi ebben rögzítettük azt is, hogy a beruházási jellegű támogatásoknak 80%-át egy bizonyos gazdasági üzemméret alatti cégek lesznek majd csak rá a jogosultak. Ez egy teljesen egyedülálló, eddig ilyen még nem volt a magyar fejlesztés politikában. Ezzel az eszközzel is többek között el tudjuk azt érni, hogy valóban a kisebb gazdaságokból versenyképes és nagyobb közepes gazdaságok jöhessenek létre. A vidéki önkormányzatok is számos fejlesztési beruházási forrásból választhatnak, így többek között lehetőségük lesz a külterületi utak felújítására, helyi termelői piac kiépítésére, valamint épületek energetikai korszerűsítésére.